Üdvözöllek, én Kőrházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe a bank és a szegénység. Hát a kettő hajszert, ha nem összefügg, ugyanis a bankoknak az egy célja van, hogy te szegény legyél, szegény maradj. Mit tesznek ők ezért? Hát nyilván itt van az ingatlan, illetve inkább hitelválság, ami időről időre megismétlődik. Ugye a bankok még mindig ugyanazt csinálják, mint eddig, tehát ez nyilván nem fog változni, és ha valamit ugyanúgy csinálok, mint eddig, akkor ugyanoda fog vezetni. Tehát összefügg a szegénységgel. Ja, olvastam egyébként olyan könyveket erről a válságokról, hogy ez arról szól egyébként, hogy adnak neked hitelt a bankok, vegyél ingatlant, autót, bútort, amit akarsz, mindent. Viszont időről időre neki nem jó, hogy ha te anyagilag megerősödsz, ugyanis csak ha nem vagy rászorulva, nem vagy hitelre szorulva, megvan már mindened, kényelmesen el vagy a fizetésedből, mondjuk sokat keresel, és akkor nem kell. Tehát belegondolsz, ha te neked baromi jól megy a sorod és baromi sok pénzed van, nem gondolkozol a hitelbe, igaz? Én sem. Jó? És ezért függ össze a bank és a szegénység, mert most már ott kezdik, hogy legyen junior számla ingyen. Igen, a gyerekemet már arra szoktatom, hogy a kártyákkal csipant, nem is fáj, nem veszi észre és költekezik. Vegyél fel ezt a tandíjat, tehát hogy nem is tudom most, hogy hívják, mindegy. Tehát, hogy jár iskolába és a tandíjat fizess hitelből, hogy ez milyen baromi jó dolog. Egyébként ez nagyobb válságot fog eredményezni, tehát ez az egyik következő buszja, ami kipukkanhat az ingatlan válság mellett, ugye meg a hitelválság. Itt ugye sokkal több és sokkal nagyobb hitelek vannak kihelyezve embereknek, tehát ilyen tandíjhitelként, mint mondjuk az ingatlan hitel, sokkal nagyobb kitettség. És gondolj bele, hogy te kiszabadulsz mondjuk az iskolából, elkezdesz dolgozni, mit csinálsz? Hitelt törlesztesz. Tehát gyakorlatilag szegényre keresed magad ismét a bankok segítségével, és erre nagyon-nagyon kell figyelni. Még mindig jobb, mert ugye mondják, hogy persze, mert szegény gyerekeknek is van lehetősége tanulni, ezt oké, aláírom, viszont én azt mondom neked, hogyha ilyen van, nem tilos senkinek dolgozni, diákként sem. Egyébként érdekes, mert az én gyerekem is dolgozik diákként is, tehát ezzel szerintem nincsen baj. Megvan az, hogy mennyit dolgozhat, mennyit kereshet, de dolgozik. És inkább abból kell szerintem fedezni ezt az egészet, ugyanis az egész életedet egy hatalmas nagy minusszal kezded, és ugye a válságok semmi másról nem szólnak, mint hogy van egy látszólagos, és ez csak látszólagos középosztály, hogy az ő kezükből kicsavarjanak mindent, és ők szegények legyenek. Erről szól, és utána kezdik ők az életüket újraépíteni, új munkahely, újra ingatlant veszek, stb. És ez egy örök kőforgás, nézd meg egyébként a hiteleket, a világválságokat, nyilván minden esetben hitelválság volt, hogy csináltak, miért csinálták, mert nagyon gazdag embereknek, mindegy, hogy milyen válság van, ő rajtuk nem változtat a helyzetükön nagyon-nagyon keveset. A szegényeket megint nem változtat egyébként, ha belegondolsz, viszont azért nem beszélek középosztályról, mert ez egy látszólagos középosztály, aki most jelenleg jól megy a sora, akár Győrbe dolgoznak egy Audiba, egy középvezetői pozíció, hú, milyen jó, van egy hitel, nyilván nem kell annyi munkaerő, puff, már az utcán is van, már a hitelét nem tudja fizetni, se a tandíjt, se az ingatlan hitelt, se a lakáshitelt, se az autóhitelt, rengetegféle hitel van, és ugye ez a középosztály nagyon-nagyon el is van adósodva ráadásul, ami szerintem azért nyilván nem egészséges, és elképesztő mennyiségű hitelt vetetnek, ha mondhatok ilyet, fel az emberekkel. Ugye az emberek nyilván felelőtlenek, ők ezt megteszik, felveszik a hitelt, és mondom, egy tandíj hiteles, mert egy hatalmas mínusszal indulsz, amennyiben olyan állás sikerül kifognod, hogy az könnyedén visszafizeted, akkor jó, viszont nem ez a tendencia, sajnos, jó? Úgyhogy az, hogy te jó hitelt vegyél fel, szerintem segíteni fog neked az Ingatlan Sámok című könyvem, forgass bátran, mert bizony szükséged lehet még rá, ha nem neked, a gyerekeidnek biztos. Köszönöm, hogy megnéztél, szia!